Ha szeptember, akkor szület. Így van ez Tokaj hegyalja minden településén köztük Bodrog keresztúron is, ahol egy kétnapos rendezvényen ünnepelték az ősz kezdetét. A rendezvény egyik leglátványosabb része a születi felvonulás volt, ami az Óvásátéről indult egészen a Fülöp a gólya vízi táborig. A felvonuláson traktorok, lovaskocsik kísérte nagy számban összegyűjt tömeget, amiben részt vettek a testvére települések delegációi is. A szó és közös ének hozta a felhőtlen hangulatot a színes társaságban, ahol többen népi öltözékben vonultak fel. A Bakus szobornál megpihent a menet, ahol megkoszorúzták és meglocsolták a szobrot annak jelképeként, hogy a jövőben is bőséges termést hozzon a településnek. A végállomásig tovább haladó tömeg jókedvel ünnepelte a szület elérkezését és az őszi időszak eljövetelét. A vízitábor helyszínére érve Rozgonyi István a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki elégedettségét fejezte ki, hogy a már nemrég elkészült létesítményben gyűlhettek össze ezen a jeles napon. Bodrog keresztúr életében meghatározóak a testvértelepülések, amik között határon túlit is üdvözölhetnek. A születi napon a tőlük eddig kapott szívélyes fogadtatást és vendégszeretetet próbálják viszonozni számukra. Elmondta, hogy fontos a születi nap, mert hagyományainkat tovább kell vinni, ez a jelenkor küldetése. Úgy gondolja, ezen a napon ünnepelni mulatni kell, miközben finomakat esznek és isznak közösen a résztvevők. Nagyon fontos, hogy az éven kétnapos a születi napunk, de talán nem is születi napon, tényleg az egy kisebb fajta születi fesztivál. Pénteken kezdődött egy koncerttel, a Fehér Lili koncertjével kezdődött itt lent a Fülöp a gólya tábornak az udvarán, és valamint megérkezett pénteken délután Maros keresztúr és Balaton keresztúr testvértelepülésünknek a delegációja, és így együtt mi hárman Bodrog keresztúriak, Maros keresztúriak és Balaton keresztúriak együtt ünnepeljük meg a születi napot. Úgy gondolom, hogy most áttört, hál' Istennek egy gát, kicsit úgy érzem, hogy most hál' Istennek az éven Bodrog keresztül nagy számban, tehát a lakosság nagy számban vesz részt ezen a rendezvényen. Nagyon örülök neki, hogy tényleg tehát kétnapos, tehát egy elhúzódó rendezvényről van szó, és tényleg az, amikor gyerekek futballoznak az új pályán, mikor este borkóstolás, mikor szőlőt mentünk szedni, a Bakus szobor megöntözése, és nagyon-nagyon fontos, hogy az itt élőknek, Tokajhegyen élőknek, nem csak Bodrog keresztülről beszélünk itt, nagyon fontos, hogy a hagyományunkat azokat tápoljuk. Hát ugye azért nagyon nehéz helyzetben van ugye a szőlészeti borászati ágazat, ugye ez több okból tevődik össze. De nagyon-nagyon fontos, hogy a nehézségek ellenére, ami a szőlészeti borászati ágazatot sújtják, megtartsuk a hagyományainkat, megtartsuk az ünnepeinket, és a születi nap mindig arról szólt, hogy eszünk, iszunk és jó kedvünk van, és mi ezen a hétvégén tartottuk magunkat. Nagyon jó volt, hogy tényleg a várt számot is túl produkálva, úgymond, nagyon jó volt, hogy a születi felvonulásunkat tényleg, de én is nagyon meglepődtem, hogy milyen sokan nézték a főutcánkon. Nagyon fontos ugye, hogy tehát itt a Tokajhegyen a 27 darab település, ugye, ami alkotja a Tokajhegyei borvidéket, hogy megtartsa a maga születi napját, megtartsa a születi mulatságát, és mindig azt mondom, hogy nem az a lényege egy fesztiválnak amúgy, hogy milyen sokan vagyunk rajta, és hogy mint, hanem azok, akik ott vannak ezeken a fesztiválokon, ezeken a születi mulatságon, azon tényleg igazán szívből jövően jól érezzék magukat, és itt most ezen a rendezvényen tényleg érződik, hogy a szeretet, a megbékélés, a szórakozás, a együtt étkezés, egy pohárbor elfogyasztása tényleg összekovácsolja ezt a közösséget, mert több száz kilométer is választ el minket, ugye Balaton keresztül, Maros keresztül, és tényleg az itt élők is helyben, ugye délelőtt volt egy főzőverseny, és pont az egyik barátom mondta, hogy a délelőtt az asztal, az étel, ami összehozza az embereket, és este pedig egy pohár bornak az elfogyasztása, hogy tényleg úgy érezzük, mikor majd vége lesz ennek a, tehát már most érződik, hogy úgy érezzük, hogy mikor vége lesz ennek a rendezvénynek, akkor lélekben felfrissülve, és tényleg egy új közösség született itt meg, én úgy gondolom. A Nyitni Kék Óvod előadása kezdte az amatőr művészeti csoportok fellépését, akik lelkesen készültek az eseményre. Szeptember 1-én kezdték meg a próbákat, így egy rövid idő alatt gyakorolták be ezt az ügyes, változatos előadást, amely során hallhattunk szavalatot, éneket és ezek mellé tánc is társult.
Bodrog Keresztúri Nyugdíjas Klub egy humoros jelenet előadásával készült, ami garantálta a jókedvű nevetést a nézők soraiba. A Busz megállóban című komikus előadás egy néma filmek hangulatát felidéző rövid műsor, amiben a cselekedetek és mozdulatok adják meg a történetet. Tőlük a Bodrog Keresztúri Ötvös József Általános Iskola táncosai vették át a színpadot, akik néptánc előadásokat mutatták be. A Balatonkeresztúri őszidő nyugdíjas klub est hajnal elnevezési csoportjának táncát láthatták ezt követően a megjelentek. A klub az elmúlt évvel ünnepelte a 30. évfordulóját, aminek jelenleg 55 tagja van, és ez a szám évről évre növekszik. Én pedig a Maros-Keresztúri Tipegők Néptánc csoport hagyományi özvéjének csokrát hallhattuk. A csoportok színvonalas előadásai Zamatóczky Florianna operett műsora követte, aki a számára kedves dalokból hozott egy válogatást. Minden jelenlévőt bíztatott a közös éneklésre és táncolásra. Szünet előtt már nincs elég időnk, hát szünet után lesz az esküvünk. És hazudnak, majd nászútra megyünk, és hegyen völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, folyamán a gyerekek igénybe vették a focipályát, ahol barátságos labdarúgó mérkőzéseket folytattak le egymás között. Rendelkezésükre állt még egy ugrálóvár is, ahol korlátlanul csúszdázhattak és szórakozhattak. Születi napot már évtizedekkel ezelőtt kezdtük el megszervezni, mind azért, hogy a közösséget összekovácsoljuk, illetve azért, hogy a hagyományainkat ne felejtsük el, tehát nagyon fontos számunkra Bodrogkeresztúr község önkormányzatának is, mint polgármester úr beszédében is említette, hogy a hagyományokat a fiatalok is
megtanulják, és hogy ne merüljön feledésbe ez a szüreti nap, a szüretelés. Ugye a szüreti felvonulás alkalmával is a Bakhusz szobrot meglocsoltuk, hogy gazdag termés legyen a következő évben is. Az idei évben az a különlegesség, hogy a hátam mögött is látható Fülöp a Gólya rendezvény és apartmanházak. Ez egy új létesítmény, és ez az új helyszíne most a szüreti napunknak. Egy nagyon tágas, hangulatos kis Bodrog folyó partján elterülő kis új létesítmény, és ezért választottuk ezt most rendezvényterünknek, hogy ismerjék meg a helybéliek is, illetve az idegenek is ezt a Fülöp a Gólya rendezvény és apartmanházat. Pénteki napon kezdődött a szüreti napunk. Itt a délután este folyamán Fehér Lili és Jelasiti Péter szaxofonos lépett fel, és Fehér Lili zongora, művész és énekesnő, és nagyon jó hangulatunk is estét zártunk, illetve a szombati napon főzőversennyel kezdtük a reggelt. 12 csapat indult ezen a főzőversenyen. Nagyon vegyesek voltak az ételek, amit készítettek, tehát volt vadpörkölt puliszkával, mert jelen van a Maros-Keresztúri testvértelepülésünk delegációja, illetve a Balaton-Keresztúri testvértelepülésünk delegációja is meghívtuk erre a szüreti alkalomra. Tehát volt vadpörkölt, volt toroskáposzta, volt pincepörkölt, lecsó, cigánylecsó, aztán pacal, csülkös pacal pörkölt, tehát jókaibab leves, nagyon sokrétű ételek készültek. Aztán a délután folyamán volt a szüreti felvonulásunk, aztán a helyi csoportoknak, illetve a testvértelepülésünknek a csoportjai léptek föl, illetve 17 órától Zamatócki Floriana operetténekes, az ő kis operett műsorát láthatjuk, és délután pedig, vagy az este folyamán térzene, utcazene várja majd az ide látogatókat, hogy nagyon jó hangulatban, tényleg, ahogy mondta is polgármester úr, hogy együnk, ígyunk, mulassunk. Maros-Keresztúr, illetve Balaton-Keresztúr is már nagyon rég tehát testvértelepülésünk, és ők nagyon sok rendezvényen részt vesznek, mi is elmegyünk hozzájuk, ők is eljönnek különböző rendezvényekre hozzánk. Az idén a szüreti napra esett a választás mind a két településnek. Ők ugye Maros-Keresztúron volt a Keresztúr nevű testvér vagy települések szövetségének a találkozója. Mi ott vettünk részt, és ugye ebből az alkalomból ott kiválasztották ezt a szüreti napot, és ellátogattak hozzánk, hogy kipihenjék a rendezvény fáradalmait egyrészt, másrészt, hogy ismét találkozzanak azok az emberek, akik már a Keresztúr nevű települések találkozóján ismerkedtek meg, vagy itt egy-egy alkalommal már jó barátságot kötöttek egymással, tehát szintén tudtak találkozni. Nagyon jó hangulatú estét zártunk tegnap, tehát itt együtt körtánccal és énekléssel és tombolással végződött a tegnapi nap, és ugyanerre számítunk most is, hogy kapcsolatok teremtődjenek, illetve a régi kapcsolatok is hosszabbá, vagy hosszabbodjanak, vagy folyamatos legyen. Kirakodó vásár, lovaskocsikázás, édességek és sok más minden biztosította a jó hangulatot a résztvevők számára, és természetesen a helyi borok kóstolása is.